Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Először is megnézzük az ő gondolatait, ami felül látható. A kígyó utal változásokra, megújulásokra, vagy egy gyógyító erőre. Az is lehet, hogy vannak céljai, vagy közeledni akar hozzád, de úgy mellékutakon jön. A kígyó az lehet egy nő is. Valaki a környezetében, vagy van még egy párkapcsolata, vagy lehet az ex, de lehet az anyukája, a testvére, vagy a kolléganő, tehát nem biztos, hogy itt szerelmi dolgokról van szó. A kígyó mögött ott van a virágcsokor, ez lehet egy meglepetés, egy ajándék, tehát jó a kapcsolat végül is kettőjük között. Persze azt is jelenthetik a kártyánk, hogy mellék utakon közeledik hozzád, és meglep téged egy virágcsokorral, vagy valamit ajándékoz neked. Az érzelmeid bal oldalon látjuk. A könyv az jelentett tudást, tanulást is, de ami az érzelmeket illeti, jelentheti a zárkózottságát. Vagy azt is jelentheti, hogy ő úgy érzi, te eltitkolsz előle valamit, vagy fordítva van így, hogy úgy érzi, hogy te nem bízol benne, és úgy gondolod, hogy ő titkol el előled valamit. Például, hogy milyen a kapcsolata a kígyóval, ezzel a nővel. De a könyv az utal a tudásra is, és a csillagok jelenthetnek egy spirituális területet. Az is lehet, hogy az a szándéka, hogy ír egy könyvet ezekről a témákról. És mit fog tenni? Az jobb oldalon látható, a hajó az jelenti a reményt, vagy az utazásokat. Ez lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És ott a szélén, jobb oldalon a lilium virág jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, akkor is, hogyha van még egy kis zárkózottság, megbízhatsz benne. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. A mai napon az L betűről van szó. Ez lehet egy név, mint például László, vagy Lilla. Lehet egy helység is, mint például Lilafüred, vagy egy szó. Például lassan kell kezelni a dolgokat. És középen van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. Ha megnézem a képet, az olyan, mint egy sátor. És itt a falak támasztják ezt a sátort, tehát van egy stabil helyzet. A sátor az jelentheti az otthonát, vagy a tiédet, vagy egy közös otthon tervezését, és itt megvannak a falak, itt megvannak az alapok. Erre ki lehet építeni ezt a közös otthont. Az is lehet, hogy ez a kép, ez a sátor, meg vonalak azt jelentik, hogy itt vannak korlátozások, nem azért, mert ti vagytok korlátozva, hanem ti korlátoztok másokat. Nem mindenki léphet be a sátorba. Ti hoztok döntéseket, hogy kiben bíztok, vagy kiben nem. A napi energia
az jobb oldalon látható ez a kéz, ez jelenti a cselekvéseket. Kezedbe veszed a dolgokat, és cselekedni fogsz. Azt is jelentheti, hogy valaki átnyújt neked valamit. Ez olyan, mint egy varázspálcika, tehát itt megvan a varázslatos erő, ez lehet egy szertartás, ez lehet egy spirituális terület, ez lehet egy jó ajánlat. Minden esetre én úgy látom a képen, amit a csillagok is itt mutatnak, hogy ha most cselekszel, vagy valaki átnyújt számodra valamit, itt megvan a varázslatos kisugárzás, a varázs erő, ami szerencsét hoz számodra. Tehát nem szabad elaludni a lehetőségeket, de nem kell kapkodni sem, hanem bíz ebben a varázs erőben, ebben a varázs pálcikában. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az L betű. Esetleg meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!